Békesség néktek! Hogy az autóban ülve eszembe jutott egy ige, és ez így hangzik: az ő szíve felemelkedett az Úr útjain. 2 Krónika 17.6-ban van ez megírva, Josafát királyról írja Isten igéje. Aztán eszembe jutott így utazás közben az a tévéműsor, amit talán a legtöbben, többen is, jobban ismernek nálam, Elviszlek magammal. Nem ismerem a műsorvezető kedves hölgyet, elnézést, hogy nem tudom a nevét, de olyat szokott csinálni, hogy maga mellé vesz valakit, egy közéleti személyiséget, művészt, egy színészt is, elbeszélgetnek az életnek a dolgairól. Én most szeretnélek téged elvinni magammal. Szeretném, hogyha Isten felemelne téged, a te szívedet az ő útjain. A-ból a B-be, egyről a kettőre, abból az élethelyzetből, amelyben vagy, Isten segítene téged felemelkedni. Én is most egy kicsit nehéz élethelyzetben vagyok, azért is utazok most, útközben vagyok hazafelé, a kislányomat és a feleségemet vittem el a kórházba, ott kell maradjanak 3 napig, egy műtéten kell átessen a kislányom, a második szemműtétje előtt állunk, holnap a születésnapján fogják műteni. Nem könnyű ez, de megtapasztaltam most is, és olyan sokszor már, hogy Isten segít felemelkedni hitáltal a körülményeken. Nem szorongatnak, nem mardosnak ezek a körülmények. Nem mindig könnyű ez, de Isten rendszeresen meglátogat, elsegít, felemel. Szeretném, hogyha most téged Isten felemelne. Szeretnék neked szolgálni, segíteni, méghozzá egy ősi módszerrel, az imádságnak az eszközével. Én nagyon sokat imádkozom autóban, testvérekkel is, egyedül is. Egy nagyon jó ima bunker az autó. Itt lehet jó hangosan kiáltani Istenhez, imádkozni. És ezt mi gyakoroljuk. És én most szeretnék érted imádkozni. Egy feltétellel, ha te is fogsz értem, amikor vége van ennek a videónak. Egy jó kis üzletet kötök, összeszedek magamnak több száz imádságot, de több száz emberért imádkozok, és most érted is imádkozok. Kérlek, mennyei édesatyám, édesapám, a Krisztus Jézusban nekem édesapám már lettél, hálát adok neked, és nem csak nekem lettél édesapám, hanem nagyon sok embernek, azok között, akik most néznek. Áld meg a te népedet, áld meg a te gyermekeidet, segíts őket egyről a kettőre, erősíts meg kérlek a Szent Szellem által a te drága szeretett gyermekeidet. És ha valaki még nem a tiéd a hallgatók közül, áld meg, Uram, azt az új élet és az örök élet ajándékával, a te fiadban, Jézus Krisztusban. Könyörgök hozzád, Uram, áld meg az összes hallgatómat a te neved dicsőségére, és Jézus nevében hadd történjen ez. Amen.